A Deponia Nonprofit Kft. Minden évben csatlakozik az Európai Hulladékcsökkentési Hét kezdeményezéséhez, melynek missziója, hogy felhívja a figyelmet a hulladékcsökkentés jelentőségére. Az idei hét témája a csomagolás. Ennek szellemében az adventi időszakhoz közeledve olyan akciót hirdettek, melynek középpontjában a hulladék újrahasználata áll. Megkérték a városi cégeket, hogy készítsenek rájuk jellemző karácsonyfa díszeket, ezzel is felhívva a figyelmet környezetünk védelmére. Elsődleges a megelőzés, tehát hogy minél kevesebb csomagolóanyagot próbáljunk meghasználni, de ha már megtermeltük, akkor pedig szelektáljuk, tehát hogy szelektíven gyűjtsünk, és a harmadik alappillére egyébként a hulladékcsökkentési hétnek az újrahasználat, és innen jött az ötlet, és hogyha már nekünk szemétnek minősül, akkor akár készíthetünk belőle karácsonyfadíszt is. A kezdeményezéshez számos városi cég csatlakozott, éppen úgy, ahogy városunk önkormányzata is. Lerner Zsolt alpolgármester is helyezett el meghívókból készített díszt a karácsonyfán. Az önkormányzatnál azért elég jelentős a papír felhasználás. Én meghívókból készítettem kollégáim segítségével karácsonyfadíszt, ugye ez pedig a csillog csomagolásmentesen karácsonykor szlogen keretében hirdette meg a Deponia, úgyhogy minden cég hozott valami kis ajándékot. Ilyen szalagsérült kazettát hoztunk egyszerre két formában, és az egyik esetleg kibelezve hölgyek számára színházban járó stitikülnek is. A városi cégek szellemes, vicces, olykor megható ajándékokkal készültek. A Fehérvár Média Centrum például stílszerűen egy kazettaszallaggal ékesítette a fát. Tulajdonképpen a válogatógép ennél a résznél szedi külön a papírt és a műanyag fóliát az úgynevezett háromdimenziós hulladéktól. A rendezvény keretében a vendégeknek bemutatták a Fehérvár TV kisfilmjét is, ami az új válogatócsarnokot és az új technológiát mutatja be. Majd az érdeklődők megtekinthették a csalai pénzverővölgyi telepen folyó munkát.